semmit nem láttam, srác. Ja. Semmit nem láttam, srácok. GG. GG, semmit nem láttam, eskü. You toxic. Are toxic. És kiröhög. Nézzétek meg ezt az embert! Nézzétek meg ezt az embert! Nem streamend amúgy, mert ezeken nem égek, ezeken nem vettek ezeken az embereken. Krizi, miért tette be a Fortnite a táncokat vajon? Fortnite az emote-okat azért rakta be, várjál, mivel pusutak, nem tudok beszélni loading screen-en. Szóval, Krizi suliba beléptünk. Na szóval, a Fortnite azért rakta be az emote-okat magyar néven, táncokat, hogyha az emberek olyan kedvükben vannak a régi időkben, akkor tudjanak barátokat keresni, mivel depressziók voltak az emberek. Ezért, hogyha táncolnak, akkor régen barátokat szereztek vele, és nem, hogyha megöltél valakit, kiröhögted vagy valami. Mivel akkor még normális volt a community, de most a táncokat arra használják az emberek, hogyha megölnek valakit, akkor le tudják őket táncolni, és annyira felidegesítsék azokat, hogy vagy összetörnek egy monitort, vagy egy kontrollert, vagy letöröljék a játékot. Oktatás vége. Ennyi? De amúgy vajon ezt tényleg, tényleg vajon régebben arra használták? Igen, hát hogyha visszanézel mondjuk egy ilyen chapter 1, season 1-től 6-ig ilyen streameket, hogyha valakinek nem volt fegyvere mondjuk az elején randolásnál, akkor elkezdett táncolni, és nem az, hogy megölték, és kiröhögték őket, vagy valami, hanem amikor elkezdett az enemy is velük táncolni, azért ők így levágták, hogy nekik most nincsen fegyverük, ők most akkor vagy megölik őket, vagy igazából úgyse fogja őket megölni fegyver nélkül, mert csak emote-olnak, vagy valami. Akkor normális volt a community, és megértettek minden. Most, ha elkezdett táncolni, annál jobban elkezdenek fúrni, és kiröhögnek. Ez tényleg úgy van, chat vajon? Hogy régebben ilyen volt? Oktatás Krisina. Azt a... Oké. Okay.